egy nagyon gazdag pesti gyárosnak eltűnik a lánya. Sok feltételezés van, anarchista összeesküvők vitték el, vagy akár terroristák. Az apja mindent megtesz, hogy előkerítse a lányát, akivel nagyon rossz viszonyban van, de hát mégiscsak a lánya. Sherlock mindent belead, a feladatát sikeresen megoldja, és közben számtalan nem várt fordulattal szembesül, és a végén nem marad el a megfelelően tragikus végkifejlet sem. Két vége van a műnek, az egyiket könnyen el lehet érni, nincs más feladat, mint végigolvasni a könyv fő részét. Aztán kapunk jó néhány kérdést, és azokat megválaszoljuk, akkor kialakul egy betű sorrend. Mindegyik betűhöz tartozik egy féloldalas kis passzus, és azokat sorba rakjuk, kijön egy alternatív megoldás, egy alternatív végződése a könyvnek. A 1928-ban vagyunk, amikor a magyar királykérdés újra napirendre került. Van itt minden, a forradalom, a Trianon, ilyen terror, olyan terror, egy kis kibontakozás, egy csöpnyi jólét, vagy majdnem jólét is, sűrítve benne van a 20. század. Ez az első könyv, amit felkérésre írtam, és egy nagyon érdekes feladat felkérésre érni. Nagyon jó, hogyha mástól származik az ötlet, pláne, hogyha egy-két nap után teljesen beleélem magamat, és már teljes mértékben az enyém is lesz. Azért állunk itt a Zserbó előtt, mert a Sherlock Holmes Budapesten című regényben van egy nagyon közkedvelt sütemény, a Koronás, melyet 1919 tavaszán itt találtak fel a Zserbóban. A Tanács Köztársaság vezetősége kijelentette, hogy minden proletárnak joga van süteményt tenni, olcsó süteményt tenni, egykoronás süteményt tenni, és ezért lett ennek a süteménynek a neve az egykoronás. Általában finom volt nagyon. Olyannyira, hogy amikor elment ugye a kommunnek vége szakadt, maga a sütemény megmaradt, és koronásként továbbra is készítették és árulták, ahogy 1928-ban is a regény cselekményének idején, noha akkor már pengő világ volt. Holmes még nagyon megkedveli a magyar pálinkákat is. A kettő együtt pedig a koronás sütemény és a magyar pálinka, a beregi pálinka, az különös élvezetet nyújt számára. Mit keres Budapesten a világ leghíresebb detektívje? Regény és rejtvény Csabai Lászlót.